Öt esztendeje rendezi meg Bátaszék városa a Városnapja ünnepségsorozatot. Bozsolik Robert polgármester idei ünnepi beszédében az elmúlt ciklus eredményeiről beszélt. Arról, hogy minden nehézség ellenére sikerült fejlődési pályán tartani a várost, köszönhetően az összefogásnak és a közös gondolkodásnak. Szorosabbra fűztük az önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzatok egyesületek kapcsolatát, támogatási rendszert alakítottunk ki, segítve e szervezetek működését, bevonva őket és rajtuk keresztül a bátaszékieket a város életébe. Településünk nemzetiségi egyesületeivel közösen éltük meg hagyományainkat, gondoztuk kultúránkat, mutattuk meg értékeinket. Közös munkánk során együttműködtünk többek között egy német tanúsvény létrehozásában, a roma közösség szokásait, kultúráját bemutató kiállítás megalkotásában, sőt, megkezdtük egy székelyház létrehozását is. Egyedi feltételek megteremtésében is közreműködtünk, így ennek köszönhetően önálló és saját használatú horgászvizet tudtunk biztosítani a város horgász közösségének. De ebben az önkormányzati ciklusban székházat biztosítottunk a megyei, sőt országos szinten is elismert polgárőr egyesületnek, átszerveztük, támogattuk és stabilan működtettük az önkormányzati tűzoltóságunkat is. Független attól, hogy ez egy ismétlődő és visszatérő esemény, de azért mindig más és más, és ebben az esztendőben is más volt, mint egy évvel ezelőtt, hiszen idén zárunk egy önkormányzati ciklust, ezért próbáltam egy kicsit összefoglalni az elmúlt 5 év eseményeit, mi mindent tettünk, mi közösen bátaszékiek bátaszékért, és hát azért is volt különleges, mert ebben az esztendőben ismételten kitüntetések, elismerések átadására került egy sor. Olyan emberek, illetve egy olyan szervezet kapta az elismeréseket, akiket tényleg méltán példaképként lehet említeni a bátaszéki közösség előtt, hiszen akár a közigazgatásban, akár az első szabadon választott polgármesterként, de közművelődésben olyant alkottak, olyat tettek életük során, ami maradandó, ami szinte azt mondom, hogy megismételhetetlen, és tényleg példaértékű. Ez egy új keletű ünnep, azt lehet mondani, hiszen ebben a ciklusban hívtuk létre ezen a néven, és ebben az időpontban ezt az eseményt. Még a bátaszékiek egy kicsit ízlelgetik ezt a rendezvényt. A protokollális részen annyira nem kapcsolódnak be ebbe az ünnepbe, de azt gondolom, hogy a holnapi nap folyamán a kulturális programok, amik a rendezvénytéren zajlanak, azok fel fogják kelteni az ő érdeklődésüket, és ismét szép számban együtt lehetünk, együtt jól érezhetjük magunkat, és együtt ünnepelhetjük meg a városnapját. Pont azt próbáljuk ezzel az ünnep kapcsán jelezni, hogy ez a városról szól, tehát arról a közösségről, aki itt élt 877 éve, itt él napjainkban. Ezt a kötődést, a városhoz való kötődést, ezt az identitástudatot próbáljuk erősíteni, mert úgy gondolom, hogy nagyon nagy szükség van a bátaszékieknek is, mint általában minden embernek a gyökerekre, a kötődésre. Szülőföldjéhez, városához. Ha ezt ki tud alakulni fiatalkorban, akár egy ilyen rendezvény kapcsán, azt magával viszi, és ha esetleg az élet el is sodorja, akár az ország vagy a világ bármely területére, tudni fogja, hogy bátaszék az a szülőföldje, szülőhazája, de bármikor hazajöhet, mert is szívesen látja. Az ünnepi testületi ülésen sor került a város díjainak átadására. Pró Urbe bátaszék kitüntetést vehetett át a közös önkormányzati hivatal nyugalmazott városüzemeltetési irodavezetője, Adorjáni Márta. Én úgy gondolom, hogy bátaszék egyenértékű, vagy ha nem is egyenértékű, egy kicsit más, mint a szülőföldem városai. Legalább olyan erősen kötődöm hozzá, talán abból adódóan, hogy nagyon sok mindennek részese voltam az itten épültek, szépülésnek, városfejlesztésnek, ezért még jobban kötődöm bátaszékhez. Nagyon-nagyon szeretem ezt a várost, és nem csak a várost, hanem az embereket is. Nagyon sok ismerősre barátra tettem szert, ezek a barátságok a mai napig is léteznek, és mindig nagyon szívem csücske maradt bátaszék. Hogyha úgy fel kéne soroljam azokat a városokat, amik meghatározóak az életemben, bátaszék az első helyen állnak. Pró Urbe kitüntetést vehetett át Nagy Ferenc, nyugalmazott közigazgatási vezető. Nagyon jó bátaszékinek
egy bátaszéki képviselőtestülettől elismerést kapni. Ez többet jelent, mint hogyha valaki föntről nyújtott volna felé most egy kitüntetést. Köszönöm a testületnek, hogy megtiszteltek ezzel. Tettem is érte, én azt gondolom, és most őszintén mondom, 20-néhány évig település egyik vezetője voltam is, és akkor dinamikusan fejlődtünk, kialakítottuk azt a helyzetet, amire építkezhetett később a város, és nyerte el ezt a címet. Egy téglán talán nekem is volt ebben a munkában. Ugyancsak a város legrangosabb kitüntetését kapta Riglerné Stang Erika, a Petőfi Művelődési Ház nyugalmazott igazgatója. Nem akarok ünneprontó lenni, de ha dolgozni kellett volna ide jönni, szívesebben jöttem volna. Jobb. Jobb ott állni a Laci helyén és felkonferálni a kitüntetetteket, mint kitüntetettként részt venni. Nehéz. A másik meg igen elgondolkodik az ember, hogy megérdemelte valóban, és hát öregszünk, ez megint egy olyan gondolat, ami jó is. Meg nem is, de összességében igen, jó érzés. A város elismerését vehette át a rendszerváltás utáni első polgármester Werner Mihály is. Ennyi idő után, a hivatalom letelte után 25 évre rá kapom meg ezt az elismerést. Jóleső érzés mindenképpen, és még ebből azt szeretném kiemelni, hogy nem csupán a 25 év, hanem az az idő is, ami hát azóta eltelt, ugye? Nem készített arra engem, hogy erre számítsak egyáltalán. A másik pedig az, hogy akiktől kaptam ezt a kitüntetést, tehát tulajdonképpen a képviselőtestület döntése volt. A képviselőtestület jelenlegi tagjai, akik a döntést hozták, abban az időben, 25 évvel ezelőtt kortársaim voltak, munkatársaim voltak, bátaszékiek voltak, különböző posztokon. Akár úgy, mint önkormányzati képviselő, akár úgy, mint a hivatal vezetője, akár úgy, mint a hivatal dolgozója, vagy közintézmény vezetője, úgy közintézmény, mondjuk oktatási intézmény vezető, aki abban az időben funkcionált, és az egészségügy területén is voltak munkatársak, akik abban az időben becsülettel helytálltak és dolgoztak. És örömmel tölt el ez a tény is, hogy én akkor ővelük együtt abban az időben tevékenykedhettem bátaszékén. Ugyancsak Pródbe díjat kapott a bátaszéki székelyek baráti köre. Meg is hatottam rajta, hogy nem személy kapta ezt a kitüntetést, hanem egy csoport. Most voltam Ditróba, és odajött hozzánk egy bácsi, hogy keresi a bátaszékieket, és azon belül is a bukovinai székelyeket, és elkezdte mondani, hogy aggódó figyelemmel kíséri a sorsunkat, meg mondta tovább az ő megható dolgait, sajnos elhívtak másügybe, de tovább gondoltam azt, hogy ez a népcsoport, a miénk, ez a 250 év alatt akkora utat tett meg, de csak azért, mert őrizte azt, amit tudott őrizni, leginkább a szabadság jogait féltette, és azt akarta biztosítani mindig. Úgyhogy ez igazából mi nem azért vagyunk, hogy mutogassuk magunkat, és nem azért csináljuk, hogy kitüntetést kapjunk, hanem próbálunk, ahol vagyunk, békességben és barátságban élni a többiekkel. És mindig erre törekedtünk, és ha lehet, akkor ezután is arra fogunk törekedni. Bátaszékváros közjaváért címmel jutalmazták Sági Lajosnét, a könyvtár igazgatóját. Nagyon hálás vagyok, és nagyon köszönöm, mert én úgy gondolom, hogy ez egy fontos állomás az én életemnek, és megelőzi azt, hogy egy hónapon belül a 30. évemet fogom ünnepelni a Keresztény Gyula Városi Könyvtárba, és ez nekem egy akkora ajándék. És csak annyit tudok mondani erről az egészről, erről a 30 évről, meg a mai napról,
hogy nagyon nagy örömmel tölt el, és csak egy üzenetem van mindenkinek, hogy nagyon szeresse azt, amit csinál. A többi semmi nem fontos. Bátaszék kiváló pedagógusa címet vehetett át Fejt József a testnevelés területén végzett kimagasló tevékenységért. A város sport életében végzett tevékenységért kapott Bátaszék város sportdíját Tóbi István. A sportolók olyanok, meg a sportvezetők is olyanok, hogy szeretik a sikereket megérni minden nap, vagy minden hétvégén, vagy meccsek alkalmával, vagy meccsek után. Természetesen nagyon-nagyon jó érzés és nagy megtiszteltetés. Úgyhogy hát boldog vagyok és örülök neki, hogy rám gondolt a város vagy a képviselőtestület. A város sportja szerintem egészen átalakult ahhoz képest, amikor még én sportoltam. Nagyon sokat átalakult. Nagy, a gyerekeknél nagy az elszívó erő, úgyhogy most sokkal többet kell tenni annak érdekében, hogy lecsábítsuk őket a pályára, vagy az edzőterembe, vagy az uszodába. Sokkal jobbak a feltételek, mégis nagyon nehéz gyerekeket szerezni. Tehát én magamról tudom, hogy mi is nagyon 10 településről próbáljuk összehalászni a gyerekeket, hogy legyen elég ügyes gyerek. A város közbiztonságáért végzett tevékenységét ismerte el kitüntető címmel a képviselő testület, melyet Berg István vehetett át. Örültem, hogy a város megtisztelt ezzel a kitüntetéssel. Azért dolgozunk, hogy a polgárok biztonságban élhessenek a településen, és azért megteszünk mindent. A díjazottak nevében Nagy Ferenc mondott köszönetet. A díjak átadásával a városnapja ünnepség hivatalos része lezárult, átadva helyét a következő napok kulturális programjainak. Változik a világ, és vele változik az Otthon Mix kisáruház is. Már a gyerekek is megtalálhatják kedvenc játékaikat újonnan nyílt osztályunkon. Étkező konyha vagy fürdőszoba berendezés, tisztítószer. Nálunk mindent megtalál, amivel szebbé varázsolhatja otthonát. Ajándékot szeretne szeretteinek? Akkor is nézzen be hozzánk. Ezen kívül kínálunk komplett hőszigetelőrendszert nemes vakolattal, festékeket széles választékban, gépi színkeveréssel több ezer színárnyalatot választva. Forgalmazunk villanyszerelési termékeket, kötő és rögzítő elemeket, építőipari anyagokat, fenyő-fűrészárut. Ha mégsem talál valamit széles kínálatunkban, azt azonnal megrendeljük és napokon belül a rendelkezésére bocsátjuk. Termékek A-tól Z-ig a bátaszéki Otthon Mix kisáruházban. Kulturális rendezvények sorát egy különleges kiállítás nyitotta meg, mely Bátaszék azon területeit idézi meg, melyek ma már nem léteznek, és az ott születettek és éltek száma is alig haladja meg a 200-at. Mégis olyan élénken él a bátaszékiek gondolatában, mintha ma is létezne dolina, dömölkapu vagy lepert. Az érdeklődés nagysága volt a legjobb bizonyíték arra, hogy ezek a területek, noha fizikailag nem léteznek, mégis részei maradtak a város múltjának és gondolkodásának. Szebényi Géza jól ismeri ezeket a helyeket. Ő onnan származik, és gyűjtő munkája, megemlékezései nagyban járultak hozzá ennek a kiállításnak a létrejöttében. Ezek azok a települések tulajdonképpen, amik Bátaszék közigazgatási területéhez tartoztak, és ma már talán téglaporokat is alig lehet találni, eltűntek ezek a települések teljesen. Az élet azért gyerekként megélve nagyon kellemes, nagyon szép élet lehetett, vagy volt. Nem jártunk mi óvodába, bölcsödébe, de a természet közelsége nekünk annyi pluszt adott ezzel, hogy szép volt, érdemes volt ott élni. És hát nagyon jó emlékkel, jó szívvel gondol vissza az ember ezekre az időkre. De ez a kiállítás és a kiállításon látható anyag, ez nem mese. Ez a közelmúlt valóság, ami itt Bátaszéktől nem messze, néhány kilométeren belül volt egyszer.
Nagyon nehéz lehetett, én úgy gondolom, azoknak, akik ebbe a kiállítás anyag összeszedésében közreműködtek, újra megélni az eseményeket, hiszen ezek a településrészek már nincsenek. Sajnos én is azon korosztály közé tartozom, akik nem látták sem Dömölkaput, sem Leperdet, sem Dolinát. Alpolgármester Szabolcsa beszéltünk, hát ő még fiatal korában aktív ördögmotorosként azért járta itt a vidéket, és ő emlékszik, hogy talán Dolinának, a dolinai kápolnának egy bizonyos részét még talán lehetett látni a 80-as évek közepén, de sajnos már az is az enyészeté vált. Települések kis falu volt, tulajdonképpen 30-40 házzal, lakóházzal, de normális életvitelre létező lakóházak. És hát el lehet képzelni, hogy ott, ahol mondjuk nincs szilárd burkolatú út, akkor vagy sár van, vagy nagy por van, vagy hát érdekes dolgok történtek azért. De amellett jó volt ott élni. A pusztulás nagy valószínűséggel az az infrastruktúra hiánya okozta, ami tulajdonképpen egy modernebb, egy városias életformához kellett. Hát a villany mindenképpen, akkor a csatornarendszer, úthálózat, iskola, óvoda. Hát a szülők törekedtek arra, hogy a gyerekek már jobb körülmények között nőjenek, föléljenek, tanuljanak, mint amilyekben ők még éltek. És ez indította el azt az irányt, ami tulajdonképpen oda vezetett, hogy ezek a települések elhaltak. Ez a folyamat a 1970-es évek, 60-as évek végétől, 70-es évek elejétől tulajdonképpen megindult, és elég gyorsan, pár év alatt lezajlott ez az egész folyamat. Nagyon nagy szeretettel ezt a anyagot is úgy gyűjtöttük össze, hogy szinte lelkesedve, hogy azok az emlékek előkerülnek és legyenek egy helyen összegyűjtve, ez volt a lényege tulajdonképpen, hogy akarjuk, szeressük ezt, amit csinálunk, és legyen értelme, legyen egy olyan hely, ahol vissza tudunk emlékezni gyerekkorunkra, barátainkra, szüleinkre, mindenkire, aki annak idején ugye együtt éltünk. Bátaszékváros napjának egyik sztár fellépője az idén 20 éves Besodrom zenekar volt. A világzenét játszó, balkáni, román, illetve roma stílusokat ötvöző zenekar először járt a városban. A zenekar tagjai szerint az jelenti egyediségüket a zenékben, hogy mindannyian más-más személyiségek és más-más stílusokat képesek bevonni a zenéjükbe. Én Izraelben élek, és ott nagyon erős egyfajta keleti, törökös, arabos, kicsit görögös, ilyen mediterrán zene. Én nagyon sok mindent hozok onnan, hoztam már régen is. Sokkal jobb mulatságot mondok, mint a katonáskodás, meg a nemzetmentés. Házaszöbb! Mit beszélsz? Mindhárman egyszerre beszélve! Ez komolyan megpolondult. Anyára ment a parlament. A házasság a legveszélytelenebb dolog, amit kitalálhatunk. Hallod, Buda? Beszélj vele! Megint a Buda. Akkor már inkább egy csata. Ott legalább elbújok a bozorban, megvárom, még elzajlik. Nem. De hova bújjak a házasság elől? Még lezajlik. Nem értem, hogy mi bajotok a házassággal. Jó, kiszórakozzuk magunkat, aztán meglépünk. Miért kellene olyan nagy feleket keríteni?
Azt mondják a színházon, hogy a világ és önmagunk megismerésének helyszíne és lehetséges eszköze. Bátaszéken évtizedes hagyománya volt a színjátszótársulatnak, hosszú ideje már, hogy nem hallottak magukról, azonban a városnapi alkalmából megragadták az alkalmat, hogy visszatérjenek. Vörösmarty Mihály egyetlen vígjátékát, a Fátyol titkait mutatták be. Csötönyi László azt mondja, nagyon jó érzés volt ennyi idő után ismét a színjátszással foglalkozni, és megmutatni az embereknek, hogy még mindig színvonalas produkciókat tudnak bemutatni. Az előző év végén azon gondolkodtunk, hogy újra össze kellene rítjenteni a bátaszéki színjátszókat. Itt a városban azért több éves, évtizedes hagyománya van ennek, hiszen Miglern és Tangerika a Műfáz nyugállományú igazgatónője sok éven keresztül csinálta, és nagyon jó előadások születtek. Aztán az elmúlt esztendőkben ez valahogy elmaradt, vagy elsikadt, és Kalmár Éva kolléganőmmel arra gondoltunk, hogy mégiscsak össze kellene hozni a bandát, mert ritka jó felnőttek, illetve fiatal felnőtt színjátszók vannak itt a városban, és igazából ettől a gondolattól vezérelve szilveszter előtt összehívtuk a régi gárdát, és akkor eldöntöttük, hogy elindulunk. És igazából ebből a gondolatból nyilván a tettek után elindult a próba folyamat, és akkor most a városnapján itt állunk, és igazából már izgulunk nagyon, hogy fog sikerülni, de szerintem nagyon jó lesz. 8 szereplő játszik, több színjátszó van, akiket majd be tudunk vonni, illetve hát nyilván vannak olyan segítőink, még 5-6 fő, akik azért a súgásban, a díszlet elkészítésében, a rendezésben, a hang, a fénytechnikában odafigyeltek, de ők mind lelkes amatőrök, vagy színjátszók, vagy segítők, tehát nem színházi szakemberekről van szó, hanem általában véve olyan bátaszéki polgárokról, akik számára ez valamilyen szinten fontos. Nagyon jó egyébként, magam sem gondoltam volna, bár amikor először valamikor évelején a szövegkönyvet a tájházban olvastuk, akkor abból már látszott, hogy ez egy jó hangulatú kis meló lesz. Aztán amikor elkezdtük a próbákat, akkor hát estékbe nyúló nevetések, beszélgetések, pálinkázások, borozgatások követték, és hát reményeim szerint egy olyan darabot sikerült összehozni, vagy egy olyan hangulatú kis szösszenetet, ha lehet azt az 1 óra 25 percet szösszenetnek mondani, amely majd a nézők szívébe is beletalál. Világ kezdete óta mi a nő? Érző kevel, a fúriák tüdőknek, szelíd virág, melyben kígyósziszeg. Isten kezéből tisztán jött ki Éva, s már csalfa volt. A tenger árjai azóta keserik a sok könny miatt, és a világnak minden cukrai nem édesítik vissza a fanyarkint, melyet nevükbe asszony bűnkever. Inkább aludni, mint szeretve élni. Ez a tudás, ez a bölcsektik. Falra festettem az ördögöt! 2 Éva egyszerre! Futás! A Fátyol titkai egy korképet fest az 1800-as évek Magyarországáról. A komikus elemeket erősíti a rengeteg kikacsintás, a kor udvarlási szokásaira és az akkori férfinői kapcsolatokra. Ebben a darabban én leszek Hangai Sándor, aki úgy van feltüntetve a szereposztásban, hogy a hőszerelmes. Szóval nekem kell majd alakítsak valami kaszanovát elvileg. Megkerestek minket innen a Műfházból. Ugye mi régebben már csináltuk ezt ezzel a csapattal, mindenféle ilyen darabokat játszottunk, de aztán így szétszélett ez a társaság, és volt egy ilyen 1-1,5 éves pihenő talán. És most megkerestek minket megint, hogy lenne kedvünk, nyilván akinek volt, az jött is, és akkor kiosztották ránk a szerepeket. És hát hetente igyekeztünk próbálni, attól függően, hogy kinek mennyire engedte a szabad ideje, meg a munkája. És most itt a végén itt egy kicsikét többet próbáltunk, hogy azért mégis elfogadható legyen a végeredmény. A szomjú. Szomjas vagyok, de nem volt szomjazom. És szomjamat vízzel nem oldhatom. Nem oldaná el azt a Balaton, nem a mézes szőlői vadacsony. Szomjazom. Égek. Lángolok. Szerelmes vagyok. A szerelem a legnagyszerűbb érzés a világon. Szerelmes vagyok. Tudnám ide. Találnom kell valakit, akiben ettől a pillanattól kezdve szerelmes vagyok. A színdarab az szerintem teljesen jó. Már itt próbán is nagyon sokat nevettünk rajta, meg nagyon jól szórakoztunk vele. A karakter, hát nem tudom, egy kicsikét viccesebb karakternek érzem magamat, mint amilyen ez, amit el kell játszak. De
igyekszem majd kihozni belőle mindent. Szerintem összecsiszolódni az teljesen sikerült. Van egy-két új szereplőnk, meg igaziból mi, akik most itt szerepelünk, szerepünk nekünk így nem igazán volt eddig olyan komolyabb szerepünk, de most ugye, hát ez egy olyan darab, amiben az összes szereplő kb. Főszereplő. Szóval mindenkinek így aránylag egyenlő játékideje van, meg egyenlő szövegei, és szerintem mindenki így felnőtte ez a feladathoz. Ki cumpolódni ki? Alába húrt, én kérdem azt! Ki azt kérgem háborgatni, mert? Ki kezdte itt a hitvány cincogást? Menjen tovább, kinek más dolga van. Ne roncsa itt a tiszta levegőt. E helyen én tisztelkedem. Meg én! Én ne helye furcul, nem engedem! Menjen tovább ki, békeszerető! Ez urvaságot tűnő nem fogok. Ez is urvaságulat? Hát hát! Ez szigrelem! Melyről ön egykor véres számokat? Hehehehe! Mi véresebbek? Mit kettem neked? Csúszágot öccökülünk! Gondolhat-e? Ti mit kereste ki? Ti mit kereste ki? Ki mit kerestek? Nekem van már választottam. Nekem is. Nekem. Az enyém. Itt lakik. Az enyém is. Enyém is. Ismét bebizonyosodott, hogy az emberek szeretik saját színházukat Bátaszéken. Ugyanúgy értéknek tartják, mint a nemzetiségek kultúráját, vagy egykori város részeik történetét. Mindezek felelevenítése, megmutatása, közkincsététele a városnapjának igazi lényege, hiszen ez erősíti a kötődést Bátaszékhez. Ezer szívem papolna, s mind arra, felosztanám mind hármat.